Példát adtam nektek, mondta Jézus a tanítványainak, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg. Illetve halljuk, hogy azt mondja nekik, új parancsolatot adok nektek. Szeressétek egymást, ahogyan én szeretlek titeket. Ez hozzánk is szól. Ma Jézus nekünk is ezt mondja, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szeretlek titeket. Jézus feltámadt. De ő azt mondta, hogy én köztetek maradok. És az a kérdés, hogy az ő egyrészt láthatatlan, más részt pedig látható jelenlétét meg-e tapasztaljuk? Tapasztalod-e azt, hogy Jézus szeret tégedet? Illetve meg-e tudod nevezni azt, hogyan szeret téged Jézus? Hogyan szeret téged ma? Hogyan szeret téged most? Tapasztalod-e azt, hogy Jézus szeret tégedet? Hogyan tapasztalod Jézus szeretetét? Mi az, amit ma tudnál megnevezni, hogy ez Jézus szeretete? Ez csak ő tehette. Ez tőle származik, ez nem emberi. Valaki által hogyan szeret tégedet Jézus? Például vegyük a mi közösségünket az egyház által. Igen, mi működünk itten, papok, világiak, de mégiscsak, hogyha nem Jézus szent lelke, amellyel ő minket megajándékozott. Ez az ő szent lelke működik bennünk. Ez az ő szent lelke jött és hívott minket, papokat, hívta személyesen István atyát, Tamás atyát, engemet személyesen hívt Jézus, és mondta, gyere utánam. De nem csak azért mondta, hogy gyere utánam, és emberek halászává teszlek tégedet, illetve légy az én tanítványom, de azt mondta, hogy gyere utánam, annyira szeretem az embereket, a testvéreimet, hogy nekik papi szolgálat kell, illetve a te papi szolgálatod által fogom őket szeretni. A te papi szolgálatod által fogom őket szeretni. Például volt itt egy nagy temetés, lehetséges, hogy hallottatok róla. Teli volt a templom emberekkel, katonákkal, férfiakkal. Aztán mentük a temetőbe, órákig búcsúztak, nagyon nagy volt. Több mint 3 órát tartott a temetés. De én tapasztaltam, hogy Jézus, a mennyei atya, az irgalmas atya, most ez az én jelenlétem által szereti ezeket az embereket. Szereti őket. A papi szolgálatom által, a püspöki szolgálatom által. Ő adja az erőt, a bölcsességet, de ezt így is tapasztalhatjuk, illetve megnevezhetjük, hogy ez Jézus szeret minket. Az egyik jelenlétje Jézusnak ez a tanítás. Jézus a tanításában szeret minket. Ő közénk jött, de köztünk is maradt, és kitartóan tanít minket. Éveken át tapasztalom, hogyan tanít engemet Jézus. Hogyan tanít engemet az Atya szeretetéről, a mennyei Atya irgalmáról, a megbocsátásról, hogy hogyan odaadta saját magát nekem egészen, hogy a kenyérben és a borban ott van az ő teste és vére, tanít engemet. Hogyan bocsátani meg azoknak, akik megsértettek engemet? Hogyan szeretni?
hogy tartani ki a kísértésekbe. Tanít engemet, mire vagyok itt ezen a világon, hogyan éljek, mennyire fontos vagyok neki, mennyire fontos neki minden ember, illetve ez tanítás. A tanításban benne van a szeretet. Akinek van tanítói hivatása, illetve apuka, anyuka, ők tanítók is, mennyire kitartóan, szeretetben akarják vezetni a gyereket, hogy megtapasztalja, megtanuljon élni, megtanuljon értékelni az életet. Ez honnan ered, ez a szeretet a tanításban? Honnan van ez a tanítás, amelyik jelen van az egyházban? Ez Jézus jelenléte, Jézus szeretete. Hányszor tapasztaltad meg azt, hogy a tanítás által úgy érzed, hogy minthogyha ebben a prédikációban olyan, minthogyha hozzám a pap tudja, hogy mi van a szívemben, és hozzám szól a pap. Nem tudjuk, mi van az embereknek a szívében. De azért is puszíjuk meg az evangéliumot, illetve azért is van ez a hely felszentelve, hogy mi imádkozunk, és a Szentlélek kegyelmét kérjük, hogy Jézus szóljon általunk, Ez az ő szeretete, a tanítás, Jézus szeretete, hogy ne legyünk vakok, és ne legyünk süketek. Tapasztalod azt, hogy mennyire a tanításban megnevezheted, hogy Isten szeret tégedet, hogy mindig szól hozzád, mindig tudja, hogyan megerősíteni tégedet, vagy a megtérésre meghívni tégedet. A tanítás ez az egyik ajándéka Istennek, Jézusnak a jelenléte köztünk. A második jelenléte Jézusnak, amiket meg tudnánk nevezni, ez a szolgálat. Jézus ma is szolgál nekünk. Például a gyóntató székben, igen, ott van a pap. De kitől kapta a pap ezt az ihletet, ezt a kegyelmet, ezt a hatalmat, hogy megbocsássa neked bűneidet? Ez Jézus szeretete. Hányszor tapasztaltad azt a kegyelmet, hogy a szabadság érzését, hogy a bűneidet feloldozza a pap, illetve Jézus oldozza fel bűneidet? Ez szeretet. A gyónás, a gyóntató szék, a felszabadulás, a bűnektől való szabadság, ez az ő szolgálatának a szeretete. És a gyógyító beszélgetéseknek a jelenlétje, illetve Jézus ebben a szolgálatban, a szeretet szolgálatában meggyógyítja a szívünket a sebeinktől. Nagyon gyakran a hosszabb beszélgetésekben, lelki beszédekben megtapasztalhatjuk, hogyan gyógyít Jézus minket. Valaki olyat tesz az utunkra, az életutunkra, hogy elbeszéljük neki egyszer vagy többször is fájdalmainkat, és akkor ebben a lelki beszédben, jelenlétben Jézus gyógyítja a szívünket. Mindig hálával emlékszek vissza Kornél atyára, aki itt szolgált, amikor én visszajöttem, megtértem, visszajöttem a templomba tudatosan, akkor őt találtam itten, és megkértem, hogy szeretnék vele beszélgetni. És hónapokon át, minden héten, ha nem tudott, minden második héten, egy órán át beszélgettünk, én elmeséltem neki bajaimat, fájdalmaimat, és ő pedig kihallgatott engemet, meghallgatott engemet, és a nyitott szívével, mély hallgatásával, emlékszek mindig erre a nagy szemüvegre, aki emlékszik rá, és úgy, na Péter, mondjad. És akkor hallgatott engemet, és tapasztaltam ezt a Jézusnak a jelenlétét. Fantasztikus, lehet, hogyha valaki őtett másképp, vagy jobban ismerte ilyen az emberi oldalából, mint én, de én emlékszek nekem akkor, ez az ő hallgatása, az ő szolgálatja, ez egy olyan szolgálat volt, amikben Jézus szolgált nekem. Jézus hallgatott engemet. Aztán a szerzetben hónapokon, éveken át minden gyónás, lelki beszélgetés, amin átmentem az életemben,
Én tapasztalom és tudom, hogy ez Jézusnak a szeretete. Ez nem csak emberek voltak, a papok, akik gyóntak engemet. Jézus szeretett engemet ezekben a papokban. Jézus hallgatott engemet ezekben a papokban, ezekben a testvéretben. Aztán, amikor igen, én ezt tapasztaltam, tapasztaljuk ezt, minket is küld, te is szeresd így az embereket. Te is szánjál időt rájuk. Te is hallgasd őket, te is tanítsd őket, ahogy tégedet szeretlek, úgy szeres te is testvéreidet. Mennyit lehetne megnevezni, illetve megosztani azt a nagy szeretetét Jézusnak, ezt a misztériumot, ezt a titokzatos, egyszerű és egyúttal egészen átadó szeretetét, amiket megtapasztaljuk a szent áldozásban. Testvérek, ez fantasztikus. Maga Jézus odaadja saját magát a kenyérbe. Ez nem fér az embernek a fejébe. És minden nap tudunk áldozni. Minden nap tudjuk befogadni testét, vérét. Átadta magát teljesen. Kiürisítette magát. Kenyérré vált, értünk, a szeretetéből. Mai nap főleg ezt ünnepeljük. Így szeretlek titeket, testemmel, véremmel átadom magamat nektek. Tovább, hogyha próbáljuk megnevezni azt, hogy hogyan szeret minket Jézus, bizalmával. Jézus megbízik bennünk. Jézus azt mondja, gyere utánam, és légy a barátom, légy a társam. Megadja nekünk a hatalmat, hogy szolgáljunk egymásnak, hogy tegyünk tanúságot, hogy mondjuk el a világnak, hogy hogy tapasztaljuk az ő szeretetét. Menjetek, vigyétek békémet. Jézus megadja nekünk a hatalmat, hogy az ő erejében, és befogadva az ő békéjét, hirdessük a jelenlétét. Elmegy velünk, menjetek az egész világba. Tegyetek mindenkit tanítványaimá. Tegyetek meg mindazt, amit tapasztaltátok. Szeressétek egymást, ahogyan én szeretlek titeket. Ez a bizalom küldetése. Elküld minket a világ végére. Engemet visszahívott munkácsra, Kárpátaljára, abban 25 évig körbejártam Szlovákiát, Lengyelországot, Oroszországot, Ukrajnát, más mindenféle részében. Aztán mondta nekem vissza Galileába, vissza Kárpátaljára, vissza a munkácsra. De megmondom nektek az igazat, hogyha azt mondaná nekem, hogy még ma este kell pakolnom magamat, és menni a világ végére, én mennék a világ végére. Bíznák abba, hogy ő megbíz engemet, és akarja, hogy vigyem őtet oda, ahol a legnagyobb szüksége van neki az én szolgálatomra. Ez nagy bizalom, ez küldetés, ez szeretet. Hogyha valakibe bízol, ez azt jelenti, hogy szereted őted. És amivel végezni szeretném ezt a próbát megnevezni, hogyan tapasztaljuk, én tapasztalom Jézus szeretetének a jelenlétét az életemben, Jézus vágy utánunk. Jézusnak a vágya, hogy az ő szeretetében éljünk. Ez az ő vágya. Nem azt akarja, hogy ne bűnözzünk. Nem azt akarja, hogy templomba járjunk. Igazából nem azért járunk a templomba, mert kell, mert ez parancs. Ő hív minket ide, mert itt tudjuk legmélyebben, az egyik hely, ahol a legmélyebben meg tudjuk tapasztalni a szeretetét. Ő vágy arra, hogy mi szeretettel teljesek legyünk.
hogy az ő szeretetében éljünk, ő erre vágyik. Ez az ő vágya, hogy egységbe legyünk a mennyi atyának a szeretetében. Mennyire vágyok, hogy ez már megtörténjen, ebben a vágyban odaadta saját magát, odaadta életét, vállalta a keresztet. Ez vezette őtet, a szeretete hozzánk. Ez az ő vágya, hogy egyek legyünk, mint ő az atyával. És ezt megtapasztaljuk. Megtapasztaljuk, hogy ő erre vágyik, mert ott van a vágy bent a szívünkben. Megtapasztaljuk, hogy vezet minket a gondviselésébe. Hogy mennyire azt akarja, és mindent megtesz most is azért, hogy kegyelemmel teljesek, szeretettel teljesek legyünk. Mert ő vágyik utánunk. Megtesz minden tőle telhetőt, hogy ez megtörténjen, hogy ez való legyen. Azért ajándékozta nekünk saját magát, a Szent Lelkét, illetve nekünk egymást ajándékozott, mivel amikor ő meghívt minket ide, mi amikor megnyílunk Jézus szeretetére, akkor engedjük azt, hogy általunk ő szeressen minket. Ján apostol azt mondja, Isten a szeretet. Ő a szeretetnek a forrása. Hogyha mi egymáshoz valami jót érzünk, szolgálunk, vagy szeretet van a szívünkben, ez azért, mert a jó Isten szeret általunk minket. Ő a forrás, ő köztünk van, és ő szeret minket. Ezért, ha tapasztaljuk, és tapasztaljuk-ed, nevezzük meg ezt a szeretetet, hogyan szeret minket Jézus, és ebben a szeretetben szeressük egymást.